Jó reggelt, jó napot és jó estét mindenkinek, attól függően, mikor nézitek a videót, mint átadjátok a mai órán a vágá és ó, azaz a legfontosabb japán partikulákkal fogunk foglalkozni. Első körben a váról fogok beszélni, azaz a témajelölőről. Láthatjátok, hogy ez valójában a ha szótag lenne, amit úgy tanultunk, amikor elkezdtük leírni a hiragadánkat, hogy ezt úgy kell kérdezni, hogy ha. Viszont amikor témajelölőként szerepel a mondatban, akkor úgy fogjuk ejteni, mint hogy va. Jó, tehát ez lenne az első dolog, amit meg kellene tanulni. Csak akkor fogjuk vaként ejteni, hogyha témajelölő partikulaként van a mondatban. Hogyha a szóban szerepel külön, mint egy szótag, akkor megmarad ha. Jó? A témajelölő tehát egy olyan partikula, amilyen valamilyen új témát hoz be a párbeszédbe. Ez lehet például az, hogy a mai nappal kapcsolatban akarok valamit mondani, vagy a fogorvossal kapcsolatban, vagy a párommal kapcsolatban, teljesen mindegy, de egész eddig abban a párbeszédben, amit folytattunk, nem erről volt szó, és most én hirtelen meg akarom változtatni a témát. Csak és kizárólag akkor fogjuk odarakni. Alapvetően, amikor elkezdesz tanulni japán nyelvet, akkor minden mondatba bele fogod rakni, szimplán pusztán azért, mert akkor még nincsen meg párbeszédek igazán a mondataidban, csak egy-egy külön mondatot lefordítasz, mert egyszerűen nincsen akkora szókincset, hogy egy egész kontextus lefordítsál, jó? De alapvetően azt kell megjegyezni, még egyszer mondom, hogy ezek nem feltétlenül kellenek a mondatba. Csak is kizárólag akkor kell, hogyha megváltoztatod a témát, azt a témát, amiről eddig szó volt. Jó, tehát, hogyha egész eddig a spagettiről beszéltünk, én pedig most a carbonáról akarok beszélni, akkor a következő mondatomban azt fogom mondani, hogy carbonara va. Jó, tehát ennyire egyszerű. A va elé tehát mindenképpen főnév fog kelleni, ez lehet egy alany, lehet egy időhatározó is, ez teljesen mindegy. Nézzük a példamondatokat. Kyo wa hatarakimasu, ez azt jelenti, hogy ma dolgozom. Watashi wa genki desu, én jól vagyok. És Mikasa-chan wa kawaii desu. Mikasa, aranyos. A chant, azt ugye valószínűleg már ismeritek. Ha mégsem, akkor a chan-kun és san szavakkal érdemes megismerkedni. Hogyha ez nehézséget okoz, akkor kérjetek és nagyon szívesen csinálok róla a videót. Tehát a következő az a ga partikula lesz, ez egy kicsit nehezebb, ez az aktív alanyt jelölő partikula lenne. Az aktív alanyt jelölő partikulák akkor fogjuk használni, amikor olyan dolgokról beszélünk, ami alapvetően nem fog tudni cselekedni, valószínűleg. Például, amikor esik az eső, akkor az eső után, de szó szerint ők azt úgy mondják, hogy eső, aktív alanyt jelölő partikula esik. Tehát az eső az nem tudja önszántából tudatosan eldönteni, hogy esni fog. Ezért lesz ott az aktív alanyt jelölő partikula, tehát úgy csináljuk, mint hogy jó, akkor az eső az aktívan cselekszik valamit. Tehát nyelvtanilag én azt fogom mondani, hogy az eső az képes eldönteni, hogy ő most aktívan esik. Jó? Ezen az első verziója. A másik verzió az az, amikor kettő darab alany van a mondatban, és az első alany az a témajelölő lesz, a második alany pedig a ga lesz. Tehát amikor kettő alany van a mondatban, akkor az egyikhez témajelölőt rakok, a másikhoz pedig a ga aktív alanyt jelölőt. A harmadik verzió, ami a leggyakoribb egyébként, az az, amikor a ga partikula az valamilyen vonzatként szerepel az adott állítmány miatt. Jó, tehát ez például lehet azok, mint az arimasz vagy imasz, ezek a létigék lesznek. Az arimaszt azt élettelen tárgyaknál használjuk, tehát azt jelenti az arimaszt, hogy van, létezik, de az élettelen tárgyak esetén, mint például asztal, szék, nem tudom, bármi egyéb iskola, épület, és az imaszt akkor, amikor valamilyen élő tárgyakról vagy élő személyekről pontosabban beszélek, ilyen például az állatok és emberek. Az arimaszt még használjuk, ha jól emlékszem, akkor a növények esetén is, hiába, hogy biológiai elméletileg azok élő tárgyak. Jó, tehát az arimaszt és az imasznak a vonzata a ga lesz, azt mindenképpen gát kell használni, de lesznek olyanok, mint például a ski, a daiski, a király és a daikirály. Ez azt jelenti, hogy szeretni, imádni, nem szeretni, nagyon utálni. Ezek is vonzák még a ga partikulát, ezen kívül még lesznek majd kérdőszavak, amik ugyanúgy vonzák a ga partikulát, és ami ezért kell használni, jó? Nézzük akkor pár példamondatot. Watashi wa kuruma ga arimasu, nekem van autóm. Tehát én vagyok a téma, én velem kapcsolatban van autó. Szó szerint azt jelenti a mondat, de azt úgy fordítjuk le, hogy nekem van autóm. Watashi wa ototo ga imasu, nekem van öcsém.
Tehát itt ez mind a kettő olyan, hogy kettő darab alany volt benne. Én vagyok a téma, és maga a tárgy lesz a ga, ami létezik, ugye. Yamato sensei ga imatabemasu, Yamato tanár úr éppen étkezik, ezt lehet tehát csak simán igékkel is használni, hogyha nem akarom a vát odarakni, mert mondjuk már lehet, hogy meg volt adva a téma, tehát egész eddig mondjuk arról volt szó, hogy Yamato tanár úr mit csinál, valaki megkérdezte, hogy hol van a Yamato tanár úr, te pedig csak annyit mondasz, hogy Yamato sensei ga imatabemasu. És akkor nem kell még egyszer a vát odarakni, mert már egyszer volt. Jó, tehát hogy már egyszer, amikor előtte való mondatban valaki megkérdezte, hogy Yamato sensei wa, bla bla bla, megkérdezte, megfeltette a kérdést, hogy hol van, akkor abban már ott volt a Yamato sensei wa. Tehát ott már meg volt adva a téma, hogy a Yamato senseiről lesz szó. Itt akkor nem kell még egyszer a vát használni, hogy egyébként ez a mondat jó lenne a vával is. Yamato sensei wa atamaga ii desu. Ez egy olyan szerkezet, ahol például megint csak kettő alany lesz, tehát nyilván a téma az a Yamato sensei. A második az pedig az atama, mint fej. És jó a feje, tehát Yamato sensei kapcsolatban a fej jó. Szó szerint ezt jelenti a mondat, egyébként azt jelenti, hogy Yamato sensei okos. Jó, tehát itt megint csak kettő darab alany van, és ezért. A másik, amit mondtam volna, amire nem hoztam példát, mert elfelejtettem, az az, hogy amikor van egy olyan tárgy, ami alapvetően nem tudna aktívan cselekedni, mert hogy hát nincsen öntudatos gondolata, tehát nem emberről van szó, hogy én most eldöntöm, hogy én most valamit éppen csinálok. Ilyen például, hogy esik az eső, és akkor azt úgy fogom mondani, hogy amega furimasu. Amega furimasu. Az ama az az eső, utána az a ga, mint aktív valamit jelölő partikula. Furu, furimasu, az pedig az esni. Jó, és akkor nézzük az ót. Ezt ugye úgy írtuk le fonetikusan, hogy W-O. De úgy értjük csak simán, hogy ó. Ez a plusz T vagy tárgyrag lesz, ez a legegyszerűbb szerintem, tehát ezt nem kell nagyon elmagyarázni, mert szerintem ez magyarul is menni fog. Lefordítom a mondatokat, hogy egyértelmű lesz, hogy miről van szó. Watashi wa hon o yomimasu, én könyvet olvasok. Hinata-chan wa, na, Hinata-san wa, vagy ga, ongaku o kikimasu. Hinata zenét hallgat, ott lehetne va vagy ga is egyébként. A watashi után például a gát nem szokás belerakni, ezért nem raktam az előző mondatba a gát. Bangohan o tabemasu, vacsorázom, vacsoráz eszek. Hogyha nem rakom bele, hogy watashi wa ebben a mondatban, akkor úgy mindenképp úgy fogom lefordítani, hogy velem kapcsolatban, mint valószínűleg láttátok vagy hallottátok az előző mondatokban is, amikor fordítom a mondatot, és nincsen megadva az alany, és kijelentő mondatról van szó, akkor mindig úgy fogják lefordítani, hogy a beszélő saját magáról beszél, ez lehet tagadó mondatban is egyébként. Kérdő mondatban pedig alapvetően akkor a másik félről van szó, tehát te mit csinálsz, elveled mi van kapcsolatban, és akkor ez a kérdés. Tehát ha nincsen benne alany, akkor ez lenne az alapvetés. És nyilván nincsen szövegkörnyezetünk se, hogy akkor most eldöntjük, hogy miről van szó. Nézzük az utolsó mondatot, Miruku o nomimasu. Én megint csak én leszek az alany, hiába nem raktam ki, nem feltétlenül kell, de mivel nincsen szövegkörnyezet, azt fogom alapvetésül venni, hogy magamról beszélek, tehát azt fogom mondani, hogy tejet iszok. Ennyire egyszerű, azt hiszem, hogy már ennyi is lett volna. Remélem, hogy kikristályosodott mindenkinek ezeknek a partikulaknak a használata. Szerintem ezek a leggyakoribbak és a legegyszerűbbek is egyébként. Következőkben majd még fogunk tanulni más partikulákat is, de egyébként megpróbálom majd a delentre felsorolni még az összes többit, ami egyébként előfordul majd. Viszont, mint mondtam, külön-külön fogjuk venni mindegyiket, mert szerintem fontos a gyakorlása, jó? Úgyhogy mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok, nagyon jó tanulást, sziasztok!